Ciao gyerekek, köszöntök mindenkit a konyhában. A mai nap az egyik kedvenc junk kajámat fogom házilag elkészíteni. Hát szerintem sokan gondolják azt, hogy egy sima császárzsömléből olyan igazán ikonikus kajákat nem lehet összedobni, de ez tévedés. Az most egy dolog, hogy egyébként én hamburgert nagyon gyakran császárzsemlével készítem, pontosan azért, mert hogy 70 g-nyi pékárú, nem olyan megterhelő, sokkal jobban érződik a húsnak az íze, de most egy másik kaját fogunk megcsinálni, ez pedig nem más, mint az osztrákok egyik klasszikusa, a Leberkäse. Egészen konkrétan Leberkäse Semmel a becsületes neve ennek a kajának. Na de nézzük szépen, akkor egy kicsit németezzünk, jó? A Leberkäse, ebből a Leber az azt jelenti, hogy máj, a Käse azt jelenti, hogy sajt. Na most mi ez a két dolog, ami nem lesz ebben? Alapvetően máj és sajt, mert hogy ez igazából egy húskenyér, amit sütőben fogunk megsütni. Ez kerül majd bele a zsemlébe, de hogy csavarjunk egyet az egész sztorin, van a Käse Leberkäse, ami a sajtos májsajt, hogyha nagyon szó szerint fordítanánk le, és most kapaszkodjatok meg, ebben már lesz sajt. Mi ezt a verziót fogjuk megcsinálni. Lehet, hogy nem teljesen egyértelmű a szitu, de végignézzetek a videót, és mindent meg fogtok érteni. A legfontosabb, hogy a hozzávalókat mind be kellett pakolni a fagyasztóba, ott fagyoskodnak szegények. Fogunk használni egy kis darált húst, egy kis darált zsírt, darált szalonnát, illetve egy kis jeget, és ezzel a harmadikkal, a jéggel kezdünk. Az egész technológia hasonlít arra, mint amikor virslit, vagy pedig párizsit készítenek, szafaládét, vörösáruknak hívják ezeket egyébként. Ezeknek az alapja mindegyiknek a jég, vagy hát inkább ez egy ilyen hóformátumú fagyott víz, aztán a majdhogy nem megfagyasztott hús, ez most még egy kicsit itt pihen, illetve a szintén majdnem fagyott állapotú szalonna. Jó, ezekkel fogjuk kezdeni, de ahogy mondtam, az első a jég, ezt fogjuk ledarálni. Egyúttal, most ez egy bónusz kör, megtanítom nektek, hogy hogyan kell házilag havat előállítani. Fogod a jégkockát, berakod egy aprítógépbe, és csinálsz egy kis havat. Na ezt nézzétek gyerekek, hoppá, így kell havat készíteni, figyeljetek. És már ezt is megtanultátok. Jó, megvan a hó. Ez most megy vissza a fagyasztóba, ennek nem szabad még felolvadnia. Jön a hús, jön a szalonna, azt fogjuk most ugyanígy leturmixolni. Most az a helyzet, hogy mivel háztartási gépekkel dolgozunk, ezért nem tudok egyszerre ennyit elkészíteni, mind a kettőt el fogom felezni, jó? Szóval a ledarált szalonna és fagyasztóban tárolt szalonnának a fele jön egyszer, és ugyanez történik a darált hússal, el lehet dönteni ugyanúgy, hogy egy párizsinél, klasszikusan ugye borjúhúsból, vagy pedig sertéshúsból, ennek a keverékéből, amit találtok, mind a kettővel jól fog működni. A darált hús is fagyossal el lett hűtve, ennek is jön a fele, aztán az egészet majd össze fogjuk persze kutyulni, csak így nem férünk el, úgyhogy akkor gyakorlatilag a ledarált sertés vagy borjúhús, a ledarált szalonna szépen jön a turmixolóba. Na nézzétek, ezt az állagot kell kapnunk, látjátok, hogy milyen krémes, habos rózsaszín, tényleg a párizsival van rokonságban, tulajdonképpen azt is csináljuk, csak aztán meg fogjuk sütni. Na, hogyha megvan a hús, a fele a hús mennyiségnek, akkor a fele havat, amit előállítottunk, azt hozzápakoljuk. Benne van a kis hó, és akkor még egy zúzás. És akkor ettől lesz olyan igazán könnyű, igazán habos az egész. Na az első etap pipa, csodásan krémesek, habosak vagyunk, ezt félretesszük egy tálba, bedobjuk még a fagyasztóba, hogy ne melegedjen föl, és akkor jön mindenből a másik fél, tehát a másik fele a darált húsnak, a másik fele a ledarált szalonnának, és a másik fele a hónak, amit csináltunk, jó? És akkor, hogyha az is megvan, azt is belepakoljuk ebbe a tálba. És akkor innentől, hogy megvan ez az alap, gyakorlatilag semmi más dolgunk nincs, mint hogy az egészet jó laposan befűszerezzük. Na nézzük a legfontosabbat, hogyha valaki közületek már nézegette, hogy miből is áll egy parizer, miből áll egy virsli, akkor biztos felfedeztétek, hogy van ott egy gyanús összetevő, a pácsó! De hogy mi is ez a pácsó? Ez valójában pácsó, nitrites pácsó. De miért is használják a pácsót? Hát azért, mert ez egy olyan kémiai reakciót alakít ki a húsnak a szerkezetével, ami nem engedi meg azt, hogy megbarnuljon. Hogyha valaki viszont parázik mégis a pácsótól, akkor hagyja ki, sima étkezési sót is lehet használni, de akkor készüljön fel arra, hogy az egész a sütés alatt be fog barnulni.
Én nem akarok erre felkészülni, szép színt szeretnék, ezért nitrites páccsót szerváltam. Szóval 20-30 g nitrites páccsó, ez pipa, oké? A többi hozzávalót meg már könnyű lesz kimondani. Fokhagymapor, hát ezeket már csak ilyen érzése, ilyen kb. Teáskanálnyi mennyiség. Fokhagymapor volt, akkor egy kis fehér bors, gyömbér, nagyon fontos. És hát tudjátok, hogy szerecsendió őrült vagyok. Ez viszont őrölt szerecsendió virág, csak óvatosan, mert a szerecsendió virág az egy kicsit aromásabb, mint maga a szerecsendió, így né, de persze sima szerecsendiót is használtok. És aztán innentől még rátok van bízva egyébként, lehet hozzáadni egy kis rozmaringot, egy kicsi kakukkfüvet, egy kicsi oregánot, tényleg kinek mi jön be. Gyakorlatilag ezzel az alap léberkézénk, az megvan. Én viszont, ahogy mondtam nektek, kézeléber kézőt fogok csinálni, tehát a sajtos verziót, úgyhogy fogok még egy kis trapistát, kisebb kockákra fogok felvágni. Ezt a sarkát, amit nem tudok kockára vágni, ezt megeszem. A többiből kis kocka lesz, és a kockára vágott sajt szépen jön bele a húsos keverékbe. Aztán Ausztriában létezik olyan is, hogy chili léber kéze, amikor és chili paprika darabkák vannak benne. Én olyat még soha nem láttam, hogy chili kézzel léber kéze, tehát hogy amikor a chilit is megkapod, meg a sajtot is, de hát pont azért csinálja az ember saját magának házilag ezt a kaját, hogy bármilyen verzió elképzelhető legyen, úgyhogy én most kierezek két chili paprikát, kis kockákra vágom, és ezt is belepakolom. Az egészet jó alaposan összeforgatjuk, és egy zsírral kikent sütőformába simítjuk három rétegben. Minden réteget kicsit érdemes átmozgatni, meggyömöszölni, hogy minél kevesebb légbuborék maradjon benne. A léberkéze szépen elsimított tetejébe egy vizes spatulával X-eket formázunk, majd az egészet 160 fokra előmelegített sütőbe dobjuk 60 percre. Ha elkészült, kicsit hagyjuk hűlni, ilyenkor megzuhan kicsit, de az teljesen normális. A friss, ropogós császárzsemlét félbevágjuk, alját megkenjük mustárral, ráültetünk egy korrekt vastagságú léberkézét, erre egy kis mustárt, vagy igény szerint ketchupot tolunk. Jön rá a fedő, és kész is! Léberkéz az emmel, ahogy én szeretem, itt a Street Kitchenen. Csekkoljátok a többi receptünket is, és iratkozzatok fel az SK csatornára. Szevasztok! A friss és ropogós péksütés receptek támogatója a Spar.